Na, szasztok, srácok, üdv a csatornán, Keeper jelentkezik a következő Life is Feudal-lal. Figyeljetek, hát két dologra rájöttünk megint csak. Hol van a tuskóm? Várjátok, mi? Letermeltem az egész tuskót? Figyeljétek már. Nem is vettem észre egyébként nagyon. Ja, van 9 darab fám, és rájöttem egy dologra, hogy azért volt ilyen nagyon gyorsan leégős ez a tűz, mert a szerver oldali beállításoknál nem volt annyira jó belőve a dolog. Szóval most már nem kell olyan sok fa ahhoz, hogy felhevítsem én itt a dolgokat. Viszont annyit akartam még mondani. Ja, hát lehet, hogy azért még kelleni fog fa, úgyhogy még hozok. Viszont meg fogjátok látni az egésznek a lényegét, hogy most már sokkal tovább fog tartani. Viszont egy fát azért vágok én ki, én úgy gondolom. Mindenképp ugye kell majd mindenféle dologhoz. És akkor miért ne? Viszont hát azt kéne csinálnom, hogy valahonnan az erdő mélyéről kéne hoznom, hogy ne itt közvetlenül itt vágjon ki ezeket a fákat, mert nekem tetszik, hogy vannak itt ugye fák. Ez mi ez? Ez azt hiszem, hogy nem is tudom, de talán ez kemény fa, mert ugye kemény fának kell lennie. Jó. Akkor adjunk neki. És akkor cut down. És akkor vágjuk. Annyit akartam még ezt hozzáfűzni, hogy elvileg a crafting time-ot kellett növelni ahhoz, hogy tovább égjen a tűz. Viszont nem tudom, hogy ezzel nem állítottam át más dolgokat is. Szóval reménykedjünk benne, gyerekek. Feredékbe, gyerekek, dől a fa! Azért ez nagyon meg van csinálva, nem? Oké, hogy csak egy ekkora valami marad belőle, de azért jó meg van csinálva. Na, menjünk vissza. A térképet is kapcsoljunk be. Meg egy kicsit zoomoljunk is rá akkor. És akkor menjünk vissza a telephelyünkre. És megpróbálok még lehet, hogy vágni egy-két movement. Jaj, movementem növekedett. Azért, mert felvettem ezt az objectet? De jó. Ja, és utána néztem egy-két dolognak. Először is, hogy ugye hogy kell ezt a zombit megcsinálni. Másik dolog az, hogy ha utakat készítek, vagyis hogyha le... Nem csak disz az, hogyha én például csinálok utat, agyagutat, vagy pedig kőutat, vagy valami ilyesmit, hanem olyan haszna is van, de le kéne dobni, gyerekek. Ja, jó van, oké, de jó. Vagy van olyan haszna is. Na most erre vagyok kíváncsi, hogy ez ilyenkor fűrészelés sebessége is lassabb lett. Nem. Az ilyenek azok nem lettek lassabbak, csak a... Tovább fogjuk bírni találni a fa, tovább fogjuk bírni. Ja, én annyit akartam még elmondani, hogy... Mit is akartam? Miről kezdtünk el beszélgetni? Na, ez most mit akar? Nézd, mi az. Mi az. Ilyen tippeket így feldob. Jó, és akkor befűtünk, gyerekek, keményen. És 9 darab ignotot kell csinálnom, és abból tudok majd egy darab anvilot csinálni. Szóval először kell, nem kapásból, nem az ércből tudok készíteni. Ezért. Üllőt, hanem először az érzből kell a vasrúdat készítenem, és utána kell az üllőt megcsinálnom. Szóval ez így működik. És igen, azért volt el volt csezve, gyerekek, nekem egy másodperc alatt égett le egy fa, és úgy volt beállítva sajnos. Na, adjuk neki. Jó, és akkor berakom ezt is. Na. Figyeljétek meg, hogy most nem olyan sokáig fog. Tehát ezt most nem tudom berakni. Ebből ki kéne vennem egyet. És akkor már be is tudom rakni, jó? Mi van? Ne szórakozzál, várjatok. 8-at, ez meg ugye 10 súly. Ja, ez meg így akkor befér, jó. És akkor begyújtunk. Begyújtunk, gyerekek. Hogy? És akkor fújtatás jön. Ez ugye az inventory, ez a fújtatás. Fel kell nyomnunk elég sokra, azt hiszem, hogy 1500 fokra. Ez viszont ezt ki is vehetem szerintem, az nem kell. Sőt, 2000-re, nem, 1500-ra, jó. És akkor elindult, látjátok?
ott az a csík, ez elkezdett ott növekedni rajta. Ennél többet azt hiszem fával nem tudok kihozni. Hiába fújtatgatom én. Viszont... De, kell hozzá fújtatnom, hogy följebb menjen. Azt nézem, hogy... Csak akkor megy följebb, vagy hogyha hagyom, akkor is. Szerintem kell ezt nyomnom. Látjátok, 10 darab megolvasztás, ott már elkezdődött a folyamat. És ilyenkor ugye itt is hagyhatom szerintem ezt az egészet, ugye? Nem muszáj nekem itt lennem. Közben vághatok esetleg egy kis fát. És vágok is fát, és közben ugye megolvad a film, és utána ki tudom önteni akkor. Ha nem 10 darabot kezd csinálnék, akkor gondolom gyorsabban olvadna meg. De most egyből ugye 10-zel küzdünk. Vágok fát, hogy közben legyen azért tüzelő. És így látjátok, hogy így megy, működik a dolog. Kicsit jobban, mint eddig. Jó, ennyi elég is lesz, aztán visszanézünk, meg rakok rá a tűzre, hogy nehogy az legyen, hogy el... Aha, szépen, szépen melegszik, olvad, kezd olvadni ugye a vasunk. Közben vágom a fát ezerrel. Na, így most már ugye mennyivel jobb. Jobban meg van csinálva, jobban tudunk dolgozni. Felolvasztjuk, csinálunk, nem tudom, hogy 10 darab értből hány darab rud jön ki, de 9 darab kell azt hiszem az üllőhöz. Legalábbis néztem róla egy tutorial videót, ott annyit használtam fel. Ja, és ez a szerszám, ez mindenképp a kezünkbe kell, hogy legyen, azt el is felejtettem, jó, hogy most megláttam az inventoringba. Ez a szerszám, hogy ez kell, hogy a kezünkbe legyen, különben nem fogunk tudni önteni. Ha, mondom, hol van? Vasz. Jó, már félig majdnem felnövekedett. Ezeket szét kéne szednem egyesével, arra gondoltam. És akkor egyet-egyet rá tudok mindig dobni. Fenn mondjuk még fél rá 3, úgyhogy akkor azt még rárakok 3-at. Mindni. Helyen bőven. Ó, meg kellett fújtatnom. Visszahűlt, gyerekek. Láttátok ezt? Ezt nem is tudtam, hogy így is van. Visszahűlt, nem volt fújtatva. Visszahűlt magától. Jó, közben vágom én a fát, mert úgy látom, hogy azért igényli. Csak az benne jó ugye, hogy most nem az történik, hogy hirtelen eltűnik. Szerintem a végeredmény az pontosan ugyanaz. Mármint ha megfigyelitek, ott nagyon gyorsan felhevült egyből. Bazz, nem liftelni akartam. Ott ugye egyből felhevült. De olyan gyorsan történtek az események az előző beállításnál, hogy nem tudtad korrigálni. Mármint, hogy felhevült egyből, meg el is aludt egyből. Tehát nem volt időt kijönteni. Így. Mert ott ugye úgy volt, hogy másodpercenként egy darab fát elvitt. És egyből fel is olvadt a fém, de ugye egyből ki is aludt a tűz, mert eltűnt a fa. És akkor már végül is elcseszted az egészet miatta. Így most egy kicsit tovább tart, de legalább ugye van reakcióidőd arra, vagy van időd arra, hogy reagáljál, jól mondom. Na nézzük, gyerekek. Azt hiszem, hogy egyből nem tudunk ambilt csinálni, de lehet, hogy bedobom én az ambilt, és megpróbáljuk, hogy nem engedi. Mármint az ambilt formát. Nézzük, hogy állunk. Jó, alakul. Egy fújtatással elvisz egy egészet, akkor jobban zabálja. Mindjárt megvan. Az ambil formát én berakom. Már csak azért, hogy... Hát, hogyha egyből tudom annak önteni. A videóban srác az ignotot csinált. Oppá, gyerekek, mi ez? Mit önthetek? Nézzétek! Hát most mi történt? Nem, semmi, ugye? Érdekes, hogy semmit nem enged kiválasztani. Lehet, hogy akkor ez még nem frankó. Ez micsoda vajon? Újra hasznosítás. Nem várom, hogy ez mi. Na, ez meg lassan felhevül.
Ez remélem, nagyon remélem, hogy ez nem valami bug, hogy nem engedi. Még teljesen nincs is feloldva. Na, most már nagyon jó. Most már lehet, hogy az a baja, hogy ugye ez benn van. Ezt hiába nyomom meg, nem történik sem. Tehát úgy kiveszem. Még megnézzük, hogy teljesen menjen ez fel. Most fújtatunk rajta egyet. Na, ennél jobban már szerintem ez nem fog felhevülni. Mindjárt meglátjuk. Aha, igen. Nem tudok más, csak Iron Bart. Akkor, ja, akkor ez lesz az. Akkor select. Moss. Amennyit bír, ugye? És ennyit csináljon nekem. Nem tudom hányat tud csinálni ebből a mennyiségből. Az lenne jó a 9-et. És ezt megvárom. Konkrétan kettő darabot csinált? Várjatok. Kettő darabot csinált. Jó, nincs semmi probléma. Kettő darabot csinál gyerekek. Akkor azt kell csinálnom, hogy nekem van itt ugye, úgyhogy nem kell megijedni. Azt hiszem, hogy ezen az oldalon, ugye? Itt ezen az oldalon fel kell szednem nagyon gyorsan. Hadégen a tűz hadégen, nem számít. Ugye akkor melegen tartja. És akkor van egy olyanunk, hogy... Hány volt beragva? 10 volt beragva, ugye? Akkor 4-ből csinál egy bát. Ez 4-ből csinál egy bát. Akkor dobunk be. És mennyi helyünk van? 35 bemegy? 32, jó. Oké. Okay. Jó van gyerekek, alakul. És itt ráfújtatunk. 1500-ig elég felmenni, annyira nem kéne fújtatgatni. És a fa is ne tűnjön el. Viszont akkor a izet ezt ki kell vennem. Ezt kivehetem, mert ez fölösleges itt. És akkor be tudok rakni még fát. Ugye? Ja, nem tudok berakni, mert ugye még nem fér be. Na még, hadd égjen, mi meg akkor vágjunk fát. Hát ez az öntő, de ez nagy, ez komolyan mondom, gyerekek, akármennyire is nehéz és akármennyire is baromira összetett, akkor is ez százszor jobb, mint bármelyik eddigi játékban láttam. Mert itt rohadt életű, érted? 8 darab, vagy 9 darab ilyen bárt azt nem kell csinálni, és akkor utána abból tudom megcsinálni talán az üllőmet. Akkor lehet, hogy nem ignod volt, hanem lehet, hogy ilyen bár volt. Jó. Vágjuk közben a fát, aztán tápláljuk a tüzet, és olvadjon az ötvér, vagy a vas. Folyamatosan pakolom bele majd a vasat is, és nyerjük ki ugye ezeket a lapokat. És ebből majd üllőn tudunk azt a mindenért is csinálni bármilyen különböző dolgokat, fémszer számokat, meg mindenféle jó dolgot. Megnézem, hogy milyen... Várjátok, ezen jobb gombot nyomok. Ja, így csak droppolni lehet, aha. Jó, mehetne bele 3 darab fa, hasáb. Nehogy elaludjunk. Jó vagyunk gyerekek, aki. Menj az üzlet. Vágjunk fát addig. És rájutottam, hogy default gombnyomásom az üzé legyen. Egyből vágja ezt a halat. Ugye faszenet csinálnék, az sokkal inkább hatékonyabb lenne. De most ez a fa is bőven nekem elég a hatékonyság szempontjából. Bár lehet, hogy faszénnel magasabb kőfogot tudnék elérni. Én van egy olyan érzésem, hogy az kellene fogad a hőmérséklet még. Vagy pedig lehet, hogy valami olajjal tudom már azt elérni. A fa az nem akar ugye 1500 foknál nagyobb hővel égni. Jó. Kicsit éhesek vagyunk, ugye eszünk almát. Egyébként március 26-ánál tartunk már, látjátok. És megcsináljuk az első üllőnket, és akkor elkezdhetünk fémszer számokba gondolkozni már. Így jól van gyerekek, jól van. Rá kell fújtatni, oda nézzetek. Visszahűlt a téma, mi? És akkor bemehetsz, 2 darab fa megint.
dobjunk a tűzre, gyerekek, oké, és akkor megy, megy. Hát ez ugye már 32 darabot olvasztok egyszerre, az egy kicsit tovább tart. Közben meg szerek még a földről fel, mert itt nekem van még egy kis érce. Hát mi van már, barátom? Nincs nálam az ásó. Hát ugye ez erre megint ugye nekem marhára. És fém szerszámokat fogok gyártani. Az is nagyon fontos lenne nekem. Sokkal gyorsabban dolgoznék ugye, mint a kőszerszámokkal. Ah, alakul. Már fújtassak egyet? Akkor hirtelen megugrik egyet. Aha, ugrik egyet, hogyha ráfújtatsz egy kicsit. És a smelt szerszám az nálam, van jó van. De így kell lenni, gyerekek, főzzük a pálinkat. Kettőt mindjárt berakhatok, külön veszek ilyenkor kettőt, aztán már is akkor rá tudom dobni. Fújtassuk meg egy kicsit. Na, mindjárt kijöthetjük, ugye négy darab jön ki. Jaj. Úgyhogy akkor meg is leszünk, gyerekek, nagyon-nagyon jók leszünk. Mindjárt meg is lesz az összes, és akkor megpróbáljuk az üllőt olvasztani. Hadd égjen a tűz, hadd égjen. Nagyon kuti. Na, fújtatunk. Lassan már ki kell dobni a izét. Nálam van a szerszám? A smell tool nálam, ugye? Ha? Nálam az. Na, mindjárt felfor. Vagy megolvad. Na, úgy. Ó, irony. What? Azt hiszem, hogy lehet, hogy ezt kell hozzá, bazzen. Elcsesztünk, gyerekek. Ez biztos több kellett, és azért nem engedte ez ott megcsinálni. 32-ből mennyit csinál így? Egy darabot, bazd. És 12 maradt. 12 maradt. Akkor magyarul 20 kell hozzá. 20 darab kell egy ilyenhez. Gyerekek, ez nem lesz egyszerű, mi? 20 darab kell egy ilyenhez. Jó, van, akkor kell még felszednem, meg kell... Rengeteg tűzifa kell még. De viszont először akkor már szedjük fel ezt, mert ugye... Nem tudom, mennyit szórtam ide le, de szerintem annyit nem szórtam le. Akkor 20... Ú, az 180 darab kell. A 900 meg ráadásul rosszat csináltam. Ott kell hozzá. Azért nem csináltam meg ezelőtt be az a gyerekek. Na, mindegy, fülészeljünk fát is. Sorba mindent. Meg ránézek a tűzre egy pillanat, hogy nem ment vissza, jó? Abból kettő kijön, 9 kell aztán majd ez az üdvőhöz. Ha nincs benne megfelelő mennyiség, akkor nem csinálja meg az aktuális stádiot. Ez nem a kemény, gyerekek, hogy egyszerűen nincs itt recept. Rá kell jönned, 2 stone nehéz. Ó, eltűnt a fánk, most van baj. Kell hoznom még fát is. 4, 8, 1-et, egy fát rakok rá gyorsan, és akkor hozunk egyet, jó? Egy fát tudok rárakni. És akkor futál, nem, még tudnék rárakni még egyet. Az pont akkor tűnt le róla, mi? És akkor hozzunk még fát marha gyorsan, gyorsan vágunk fát. Gyorsan, gyerekek. Balta, itt a balta. Mennyi zöng van? Mondanám 30, jó. Nem tudom, most ilyen marha nagyot nem akarok kivágni. Áj, meg kivágjunk egy... Át, ez nagyon nagy. Ez egy nagy tölgyfa. Nagyon sokáig tartott kivágni, úgyhogy inkább legyen egy... Maple, ez nem valamilyet. Ott azokat a nagyokat szoktam vágni. És az egész jó volt eddig. Egy ilyet kivágok innen. Ott beljebb. Gyorsan. Ez milyen? Ilyet szoktam kivágni, aha. Gyorsan, gyerekek. Nehogy kihűljön, ugye? Szuper. És egy üllőt össze kell hozni valahogy, össze kell vakarnom egy üllőt, ez durva. Milyen quality-e? 8-as, bazen. És meddig 100-ig mehet, nem? Nem, egy is a quality.
Nem, 8-as volt, jó. Na, föl is kapom. Húzzunk vissza. Füstöl a kis kéményem, gyerekek. Olvasztunk ezerrel. Viszont azt a vas rudat, azt a bárt, azt is szerintem tudom üzélni, ha akarom. Vissza tudnám olvasztani, de igazából sok értelme nincsen. Hanem azt kell csinálnom, hogy inkább azt majd elrakom, valószínűleg valamit lehet belőle csinálni. Hát túl vagyunk terhelve, mint az állat, gondolom, azt észre. Ja, nem, nem vagyok túl terhelve, mert viszem ezt a nagy dögöt fátamon. Jó, ezt ide valahol ledobjuk. Halljátok, most gyorsan. Majd nem jó. Kár hova is, nem tudom, hova akarod rakni, rakd le oda. Hol raktad? Mi a fasz? Oh shit! Ragd már le ezt a szart. Jó, még van bár 3, úgyhogy nincs gond. Viszont visszahűlt. És viszont akkor kell rakni rá. És marha gyorsan kell fűrészelnem is, jó. Ó, gyerekek, van itt munka, mi? Fűrészt kezdjük, kézbe kell venni. Gyorsan, gyorsan. Meg ezt is gyorsan kezembe veszem, el fogom felejteni. Mi a szar? Mi a fűrész? Nem vetted föl, barátom? Ne viccelj velem. Mi a fasz? Elromlott? Oh no! Fűrészt kell csinálnom nagyon gyorsan. Jaj! Most nálam bot nincs, nálam bot. Gyorsan botot kell keresnem. Jaj! Jó, most a borra nem tudom, ahhoz azt hiszem, hogy több cucc is kell. Jó, egy-két botot tépek, azt még rádobom a tűzre is. Nehogy elaludjon a tüzem most meg. Pont a fűrésznek tönkre kell menni, ami. Rádobom a tűzre azt is mindjárt. Na, elég lesz, hogy mennyi kell még ehhez? Nézzük. Mennyi kell fűrészhez, mennyi kell gyorsan? 7 darab flintstone kell hozzá, és anyám nem lesz. Csába. Egy darab fa van rajt. Ki tudom önteni, jó. Jó. Pont jó, pont jó, pont ki tudom önteni mind a kettőt. Kettő lesz belőle, jó van, oké, megnyugodtunk. Viszont akkor tudok hozni vasércet is. Jól van, oké, gyerekek, akkor van nekem most 3. Aminek örülünk. Oké, 3 van, és van egy kis vasércünk, ezt most én, ezt eloltatom, mert ennek már tök mindegy. Jó, eloltattuk, még a fa benne is maradt, jó van. Berakom ezt a 30-at, felszedem minden a földről, és ott bepakolom. És hogy tényleg akkor már ne legyen semmi gond. Mit akart? Ja. És akkor megtudjuk, hogy mennyi van itt lent. De is van szórva ki távolabb, vagy mi a szar az? Mennyi volt? Jó van, akkor jó tudni azért. Hopp, fia vagy, na. Ott van 2, ugye az, abból megint jön 3. Az 6. És akkor kellene még nekem 60. 60 darab. És akkor úgy jók lennénk. 60 darab, meg akkor ugye flintstone kell. Flintstone az kevés van. Megnézzük ezt az ignotot, esetleg nem engedi kirakni, mi? Az Istennek se. Ezt a izét esetleg, mert ezt se kell, azt jaj, de jó, azt ki tudtad rakni. Más meg akkor, hát ez kell, ugye? 5 az nem, 5 volt, de az meg kevés volt. Mi az, szitu? Ja, 7 kell, jó, mehetünk. Megyünk, gyerekek, hozunk izét. Hozunk, ja, hozunk vasércet, 60 darab vasérc minimum, no, megcsináljuk az új fűrészemet, és akkor vágunk fát, és akkor már meg lesz. Akkor meg lesz az üllőhöz az összes
Ignot. Aztán, hogy 9. Remélem, hogy 9. Nem tudom, annyi volt beragva a srácnak. De remélem, hogy jó lesz, srácok. Azt sem tudom, hogy rakunk be 9 Ignotot, amikor az Ignot súlya. Mennyi az Ignot súlya? Mennyi az Ignot súlya? 15 stone, ez ja, 5 stone, de akkor be lehet rakni, jó. Megvan ám nekem jelölve, hogy hol van vas, ért. Elvileg meg kell, hogy legyen a jelölésem. Valamerre erre fent volt. Ott a, az a tábla az? Ott a táblám, látjátok? Na, milyen jó, hogy megcsináltuk azt. Ezt ugye ki kell vennem. És akkor újra be kell raknom, visszajolnom kell természetesen. Jó, és akkor nézzük? Igen, ez az. Oké. Okay. És akkor ezt a táblát. És tuks. Oké. Okay. És akkor csákány. Csákány, hogy áll? Egy is durability-je van, bazzak. Figyeljétek meg, hogy el fog ez is durranni. Akkor jó fogok kinézni. Na, valami legyen. Hogy de utálom ezt, gyerekek? Nem akarok kreálni sem, kreálni semmit. Hallsam az anyár úristen itt, hát a tököm ki van ezzel, hogy ez mindig ezt csinálja. Na, végre. Legalább, ahogy 60 darab kőne. Ezt is így le fogja szarni magát, figyeljétek meg. Ha már nem szart el magát. Mondjuk azt tudok, nem tudok csinálni, mert fiber kell hozzá. 28. Örülnék neki, hogyha megcsinálom. Hát figyeljétek meg, pont 5 fel, akármennyire beszarik. 42. Na, az nem lesz. Hát fel, hadd figyeljétek, beszartak csákányom pont 5 fel. Na, mit mondtam? Erről beszéltem. Na mindegy, akkor megint ez egy konstrukt lesz. És ez nagyon jó, mert ennek nem kell sík terep, úgyhogy ezt építsetek, hogyha izé van, hogyha meg akartok jelölni valamit. Ez ennyi. De ez meg egy röhely, hogy most meg izét kell csinálnom. Csákányt. Jó, megyünk. Ez tiszta halál. Jó, a követ ezt kivágom. Nem kell nekem kő. Ahogyni. Kell fibert keresnem, azért megyek ám. Ezt megcsináljuk a csákányt is. Mennyi kell a csákányhoz? Mennyi fiber? Hát ez a vicc, nem? De mindig átráltad valami. Mennyi kell? 3 darab. Ez a fűrészhez meg kell. 3, akkor 6-ot szedünk, aztán csak. 6 darabot. Szia, Bettina! Mondd meg, mennyi idő van? Éjfél lesz, nagyon óra múlva, én annyira rá vagyok kockulva erre a játékra, hogy még izékor is nekiállhatsz, amit éjfélkor játszani, mert nagyon tetszik ez a játék. Nem bírtam ki. Nagyon bírom. Szívesebben reggelig játszanék ezzel. Lehet, hogy fogok is. Ez a Life is Feudal. Aha, ez nagyon jó. Meg van csinálva. Nem tudom, nagyon tetszik, nagyon összetett. Hát ahhoz, hogy egy rohadt üllőt csináljak, már nem is tudom mióta, már 3 rész óta gyűjtöm az alapanyagot, meg próbálok felfűteni a kazánt, vagy mi ez, ilyen kohót. Nagyon jó. Nagyon-nagyon jó. Betty meg ilyenkor ugye még aludni se tud. Csomó mindent összevásárolok a kipőn. És elszáll? Csomó mindent összevásárolok addig a kutén. Az nem az AliExpress, vagy mi az? Hasonló. Ezzel mit lehet csinálni ezzel boltával? Fip. Drop. Lehet droppolni. Akkor azt droppoltam, remélem, hogy jól droppoltam. Akkor ebből ezt meg felveszem. Hol vagy? Ez volt a jó? Ez volt a jó. És a van olyan, hogy minőség. Ez elvileg azon múlik, hogy milyen minőségű cuccból csinálod meg, utána nézegettem.
az számít, mert például jobb minőségű cuccból jobb minőségű cuccot tud csinálni. Tartósabb, meg mit tudom én, meg jobb igazából. A gyerekek ezt akkor destruktolni kell. Mindenképp meg kell elkezdeni ezt a destruktot, mert vagy destruction, vagy mi a tökömet, mert különben nem tudsz munkálkodni ott. Elvileg ez már egy darab farang csalással már megvan. Lehet, hogy ez már be is fog furódni ide. Rengeteget kiszedtem ide. Na, 70 jó, ezt elég is. És akkor ugyanúgy megjelöljük, mert különben nem jelölöd meg, soha az életben nem fogod megtalálni. Arra számíts. Ez nem kell simítani a területet, úgyhogy ezt tényleg ezt rakjátok rá. Jó. Köveket kiszórom, nem kell. De a köveket esetleg, ha kiszórtok, akkor ne arra a blokkra szórjátok, persze. Na, mennyire vagyunk túlterhelve, mit gondoltok? Nem vagyunk túlterhelve, tudunk futni, ez nagyon jó. Együnk almát. Másikat is megeszem, ezt megyünk haza, és akkor elvileg, most már biztos meg lesz minden. Ja, annyi kell erre, hogy keresnem izét. Szóval? Nem is tudom, az hol. Miért csak ezt engedi? Valami nem stimmel nekem. Ja, így van. No, hol van ez a cucc? Nem is tudom, mennyi kellett hét. Ne szórakozzál, barátom. Egyet kerestél. Utána meg neki állunk fegyverkezni, aztán vadászni. Elnézést. Mi jó volt ez? Meg is csinálom a fűrészemet, meg itt kidobom a másikat. Na mi volt? Mi ez? És ez mi? Ilyen concentration. Na jó, ezt ki is dobom. Oké, és akkor mennyi kell hozzá? Mert már megvadulok ezzel. 7 kellett? Vagy mennyi? 6 van meg, 7 kellett. És akkor megvan. Már most már tényleg minden megvan. Egy dolabot találja, barátom, légy szíves. Jó lenne már. Ne, végre. Csak egy darab fűrész kell. Meg megnézem ezt a, ami rajtam van, hogy ez mennyire szar állapotban, nehogy a aha, ez nagyon jó állapotban, nehogy akkor szarja el magát, amikor nekem kelleni fog. Jó. Mehetünk. Jó. Sőt, látjátok, ezt mondtam, hogy télen sokkal inkább jobban lehetett látni, hogy fehér volt minden, most meg ilyen nagyon tök szar. Március 26-a, most már azért tényleg kezdenek a fák teljesen ki. Hú, de ilyen endermenes vagy slendermenes vidék, nem? Mindjárt jön egy idő. És mennyi almafa tényleg? Írtátok el, most rakottam fel ma a második rész, aztán ott írtátok, hogy egy csomó almafa van azon kívül, amit te láttál, Keeper. És igazatok van. Jó. Hát ez mennyire összetett ez a játék, annyira szeretem. Valaki írta, hogy miért nem játszok mással, már mint multiba. Nem tudom, ez pont nekem így... Jó lehet multiba is, de nekem ez pont az elhagyatottság érzést, meg ezt a leküzdeni a természetes dolgot, ezt visszaadja. Jó, oké, akkor most gyerekek, a következő van. Mennyi hely van ebbe? De van még 2 hely, ugye? Ebből mondjuk ki tudnék venni 2-t, ami fölösleges is per, akkor 3 hely lenne, és akkor úgy raknám mindig, vagy párosával. Ja. Vágok egy kis fát. Ugye? Azt nem tudom, a réz az minek, de biztos majd kelleni fog. Oké. Okay. Vágjunk fát. Fűrészelünk 1-2 fát, mondjuk egy 5 darabot. És akkor majd közben fűrészelem folyamatosan, és most azt csináljuk, hogy akkor így... Ennyit raktunk be? 60-at, ugye? És akkor így 3-asával öntjük ezeket az ignótokat, és én meg folyamatosan táplálom a tüzet.
három fát várok, és meg is gyújtom, elindítom, és akkor hadd menjen. Ezt a túlterhelést nem értem nagyon, hogy miért van ez a túlterhelés egy ilyen játékban. Csinálhatnák, hogy hoppá, esik az eső, bazza. Ez komoly? Mint hogy felsőző van. Aha. Aha, esik az eső. Tök jó. Jó, van a három, állj. Sztolj, ne húzzuk az időt. Függjünk rá már erre az izére. És akkor ezt bedobom. Három. Begyújtjuk. És felpumpáljuk. 1500-ra. Hoppá, is indult, jó. És akkor folyamatos fűrészelés kell, hol van? De szar helyre raktam. Folyamatos fűrészelés. És akkor nyomjuk neki. Oj, remélem ignot kell hozzá, de szerintem ingot vagy ignot, vagy mi ez? Ingot, nem ignot, baza. Ingot. Közben fel is kell talán. Én válok egy hármat. Mit írogatsz itt egyébként? Milyen Bloodsuckers-ről beszél? Miért szívó? Nem tudom, az idő előre haladtával nem fognak feljönni valamilyen élőlények. Remélem, hogy még nem, mert fegyverkezni például abszolút nem fegyverkeztem. Ezt kivágom, és megyünk. Jó. Azt mondja, kéne nézzem, ennek is nincs a durability-je. Nehogy az legyen, hogy itt menet közben nekem beszarik. Kettőt berakhatok. Oké. Kicsit rágyújtunk. Elfújtottam egyet, megnézem a durability-jét ennek a szarnak, hogy nehogy tényleg. Nehogy véletlenül elromoljon. Szerintem ezek is tönkre mennek, tudjátok most. Miért nem menne tönkre? 8929 a durability-je 9000-be, úgyhogy ezt bírja még bőven. Ez nagyon sokáig, egy ilyen épület szerintem. Hónapokig vagy évekig el leszek vele. Jó, akkor... Mágjuk, fűrészeljünk, az mindig jó. Ez tök valóságű, nem? Most itt tudok elképzelni egy ilyen középkori olvasztást, hogy rakod a tüzet, fűrészelsz hozzá a fát, hogy készíted el, rakosgatod a tüzet, fújtatsz néhányat rá, utána elkezd dolgozni, akkor meg ugye dolgozol, nyomatod vele. Szerintem, hogy menjünk el egy ötig, aztán akkor már lassan nem kell olyan túl sokat vágnom ki belőle, de így most már jobb, hogy sokáig ég a tűz, nem? Ez az utolsó. Ezt felolvad, ami benne van, akkor ugye meg lesz 6, és akkor még egyszer, elvileg 60-at felolvasztunk, akkor megvan a 9, de remélem, hogy annyi kell hozzá egyébként. Nem vagyok benne biztos, de a srác az 9-szer nyomta. Ennél kevesebb, hogy én sem akarok akkor belerakni. Tehát megint belerakhatok. Úgy négy gyerek. Hát 60 az... 60 darab az ugye lassabban olvad fel, mint az előbbi. De ez 3-as fog majd pattyantani. Jobb dolgom nincsen, addig fűrészelek. Meg lehet, hogy hoznom kéne még egy röntgöt közben. Baltám az hogy áll? Ez a baltám? Az a hammerem, ja hülye vagyok. Hát ezek jól állnak. Ezután figyelnem kell a durability-re. Ez eltűzött, jó szar. Ennek quality-e 64 és 29-es a durability-e. Ezek csak 18-es és 27-es a quality. Quality-t nézek azt, ugye? A minősége. A minőség az sokat számít. No, sokat tartósabb a tárgy. Na gyerekek, mi a helyzet itt? Mi a szitu? Ilyenkor nagyon megugrik, ha megfújtatod, csak van, igazából valamikor meg nem. Most megint megpróbálom megfújtatni, mindjárt megmutatom.
megfújtatom. És meg egy nagyon picit ugrott csak meg. Érdekes. Esik az eső, gyerekek. A franc egyéb van. Vízes a fa. Hát ezt az üllőt már nagyon szívesen befejezném, hogy már legyen kovács műhelyem, és akkor tudok szeget csinálni meg mindent, hogy akkor kicsit faladjak. Ez borzalmasan kemény. Még egyet csinálok. Még egy kuglit. Aztán akkor már figyelgetem, hogy mi az eseményeket, mert szerintem már lassan jó lesz. És akkor még egyszer 6 falat felhelyítünk, akkor már biztos kijön az üllő. 9-et láttam a gyereknél, hogy 9-ből csináltam. Igazából tudnék, ha még egyet csinál az ember, akkor ugye dupla ilyen sebességgel nyomnak. Na, ez már nagyon-nagyon-nagyon meg lesz. 2-t bedobok. 2 fácskát. Még egyszer megfújtatom, szerintem meg is van. Á, még nem. Nem mutatja a hőmérsékletét igazából. Nem türelmetlen vagyok. Aha! És akkor 3 elvileg ki kell, hogy jöjjön. Utána bedobjuk a maradék 60-at. Ó, gyerekek, jön a szépen. Vasrudak, vastömbök. De milyen jó még csinálja is, mi? Oké, és akkor nyomjuk bele tovább az anyagot. Ezért kellene ebbe. 60 darab ugyanúgy. Fújtassuk meg egyet. Meg kell indulnia. Biztos mindjárt megindul. Ha még egy fát rakok is rá. Na, indulj meg. Meg is indult, jó. Türelmetlen vagyok, gyerekek, oké. Magunk néhány fát, és akkor elvileg ezzel a 9. Ez a 9 ingottal meg kell, hogy legyen. Hol a fa? Hol a fa főnek? Jó. A fülész viszont szerintem marára elkopik. Hamar. Na, még bírja. Így a tábortűz is, hogyha sokáig égne ezelőtt, az nagyon elmocsaz, de csinálhatnék faszerint, megpróbálhatnám, hogy azzal jobban fel tudom megtanítani a tüzet. Mert igazából annyira mindegy. Ezt már várjuk ki. Még egyet beledobok. Nagyon figyelek rá, nehogy véletlenül kialudjon, gyerekek. És akkor tuningolunk rajta egyet, fújtatás. És most semennyit nem ment fel a fújtatástól. Csak elvitte a fámot. Nem se vitt. Följebb, jó. És ez a 12 vasérc az már nagyon nem is kell. Vagy azt fogom csinálni, hogy akkor ilyen kupacokba fogom ezeket gyűjteni. Kijelölök magamnak ugye egy vasérceset, egy rezeset, meg mondjuk köveset. Meg agyagosat, és ízével fogom nyomni, talicskát kellene csinálni. De ahhoz meg ugye kerékkel, hát a kereket meg hogy fogom megoldani, azt meg fogalmam sincs. Ugye például lehet ilyen munkaasztalt csinálni, ami nem tudom, hogy az például az is egy csomó alkotó ellen kell majd. Na gyerekek. Fújtassunk már meg. Hopsz, most ugrott elég jól. Közben körülnézek, itt a, hogy minek álltam neki. Ugye neki álltam ilyen kocsinak. Ugye ez tök egyszerű, ez meg ilyen meg nincsen. Kerekem. De lehet, hogy akkor, lehet, hogy úgy van, hogy rajt kell nyomnom egyet. Aha, ez meg mi? Munkaasztal. Kötél kell hozzá, szeg, meg ilyen. Ez mi? Aha. Chest. Metal band. Oké. Ilyet meg biztos, hogy a izéből tudok majd kovácsolni. Ugye a chest az nem lesz nehéz. Maka van folyamatosan, nehogy véletlenül kialudjon, de még egyszer ugye még fel kell hevítenem a 9 darab... ezért is. Ingotot is.
fűrészeljünk. Ez sose rossz. Mert hogy aztán nem is 9 kell, hanem lehet, hogy csak 2 ilyenből, de akkor már... Meg igazából azok a vasakról nem lesznek rosszak később se. Azok a vastömbök. Ezek az osztalosság, vagy mi a tudományom, ez még már 94-en van. Mi a szituáció itt? Jó, lassan már megvan tényleg, már örülnék neki. Leszülünk. Jó, és akkor be tudom fejezni. Más ebben már nem is kell elvileg. Fú, ebben már nem kell más, és akkor meg lesz az üllő. Ja, hogy izé? Ja, akkor mi van? Aha. 160, 20, 50. Hát ez is van, mire behordtuk, emlékeztek? És az üllő. Az üllő. Na, de nem egyszerű. És ezen nem tudok nyomni semmit, nem, ez csak dropot. Mert ugye izé, úgy kell újraolvasztani, vagy pedig kovácsolni. Hogy állunk, hogy állunk? Ütessük meg. Hogy, úgy. Ide nem tudok úgy rakni, hogy... Rajta, hogy egy... Anyádat azt... Láttátok? Nem jó, nem jó, úgy csinálja. Hanem úgy kell, hogy akkor beállítod, hogy hány legyen összesen ott. Tehát... Itt legyen... 4. És akkor úgy, aha, így most már jó. Hát gyerekek, mindjárt kijöntjük, nem aggódjatok. Pillanatok kérdése. És utána bedobjuk az összeset, és visszaolvasztjuk. És akkor bedobjuk már mellé az üllőt, és úgy már tudja, hogy jó lesz. Na még egy kicsi, ha még egy kicsi. Itt ilyenkor mindig azt kell kiolvasztani, hogy 4. 4 legyen ott. Oké, mentetem. Masz. Jó. Nem tögeti el, hogy csávó kemény, oda nézzetek. Hogy kell, mi? Ki van tanulva a gyerek? Ki van rendesen tanulva? Smeltingen meg nő, mint az állat. Már 50-60 valamennyi. És akkor most ugye vissza kéne szórnom az összeset. Olvasztani. Az összes ingotot. Úgy. És meg is pulljuk. Olvadjon be. És berakjuk akkor ezt. Na. Kéne vágnom még fát, szerintem van egy olyan gyanú. Nem tudom berakni majd, hogy kiég egy kicsit a fa. Viszont úgy elindult. Viszont favágás az erre most nem szabad leállni. És elvileg meg lesz az üllő. Bazze, ez nem egyszerű, gyerekek, mi? Most őszintén, azért itt azért kell kombinálni. Bakker. Nagyon kemény, nagyon durva. Mennyi helyünk van? Most van helyünk bőven. Az üllő az biztos jó nehéz lesz. Remélem, hogy ennyi kellett, 9 darab kellett hozzá. Majd ugrik a majom a vízbe, remélem, hogy sikerül. Tényleg most már. 9 is nagyon lassan melegszik. Szóval most már be tudom rakni ezt. Oké, fújtassuk meg. Kurva lassan melegszik, gyerekek. Jó, én addig küzdbe fűrészelgetek, mert ez kelleni fog. Fűrészed, ezerre fűrészed. Szórok ezzel. Mikor lesz nekem házam itt, gyerekek? Egy üllő elkészítése idei hajbés munkát jelent. Remélem, nem kell még egy fát kivágnom. Nem van, gyerekek, ennyi elég lesz szerintem most. Nézzünk rá itt az eseményekre. Hát jól lassan ég. Viszont itt ezt szétszerem egyesével sokkal kellemesebb így rádobni egyet-egyet, mint ilyen valóságban, tudjátok. És például csak rárakom. És oppa, mi ez, hogy öntési van?
Nem, nincs öntési, mert még nem jó. Még ez nincs felmelegedve. Sokkal kelemesebb így. Nyomjuk. Pontosan izzon, izzon. Hát egy két fát ki kell vágni ahhoz, hogy üllőt megkovácsolja, vagy meg kiöntsél. Egy üllő forma. Gondolom az ilyen kezdetleges üllőket azért nem úgy kell elképzelni, mint napjainkban, hogy ilyen úrja nagyon-nagyon profi néznek ki. Ja, ott van kettő. Ugye, hanem ilyen nagyon sóriás, nagyon szar állapotban lévő, vagy nem tudom. Jó, aztán ennyi fa szerintem elég. Ezzel már végeznünk kell. Hú, ez korrekt. Rendesen, ez rendes munka, gyerekek, ez nem kis pálya. Biztos, hogy elég lesz ez a fartól félek. Elég egy izzál, most félig mentem. Jó, még vágunk, még úgy, hogy öt legyen az inventory-ben, hát már megőrülök, komolyan. Ez kurva sok már. Hát erről beszéltem, amikor vagy nem pörgős gépfejér, az viszont marha reális. De ugye milyen egyszerű lenne, hogy beraksz egy fát, ugye mint Minecraftban, hogy ott csinálná egy ilyen dolgot, hogy beraksz egy fát, beraksz mondjuk fölé, meg beraksz a követ, azt lesz belőle izé ez, vagy nem vasércet, azt lesz belőle vas, utána meg végigrakod négyet, pipipipi, ülő alakba, papapa, kész, azt megvan, nem? Na megpróbáljuk. Szerintem az. Kövezzetek meg, biztos a nagy Minecraft rajongók most azt mondják, hogy hát de már az mit tudom én, meg nehéz, meg sok a recept, meg a tököm tudja, de passz meg, meg kurvára nem reális. Fújjad! Fújtatgatom. Na lehet 10 évvel hamarabb felolvad faszédnel. Bugyorog, bugyorog benne a fém, gyerekek, bugyorog. Bugyorog benne a vas. Oh. Oh, jó, jó volt megfújtatni. Néha tök jó megütrik. Sietnem kéne már nagyon izgatott vagyok. Jó van. Most ez nem volt csak, ezt véletlenül sem nyomjuk meg, mert elhagyják. Ez a víz, psssss. Rányítjuk a videót. Még egyet. Ás, mindjárt meg lesz. Nem bírom kinyomogatom ezt. Valamikor nem, nem használ semmit. Ez még a hőmérséklet, ugye? Hát ez baróra meg van csinálva, de azért ki van találva, nem? Még egy pici, még egy pici. Próbálom. Nincs, még nincs. Nem érem, hogy lesz. Igazából, ha nincs semmi lehetőség az öntésre, gondolom, akkor van ez a hiszi hiba üzenetszerű, vagy vagyis nem dob semmit. Hoppá, hoppá! Ez taps, gyerekek, ez taps. Szeret. És megnézzük, mennyi ignót maradt, szerintem semmennyi passzám, hogy pont 9 kellett hozzá. Ott az üllő, gyerekek, ott az üllő. Nézzük meg, maradt-e benne? Maradt egy darab, úgyhogy 8 elég lett volna. Jó, nem baj. Teljesen jó. Teljesen jó, gyerekek, ezt ugye szépen kis Balázs, megyünk szépen, berakjuk az üllőt oda, és elvileg akkor megvan. És az öntési dolog, most ne haragudjatok, hogy itt félbe szakítalak benneteket, vagy félbe szakítjuk a dolgot, ez már 60-on van. Ez azt jelenti, hogy... Aha... Lumpa is tudok, milyen lumpa? Várjátok, majd megnézzük azt, hogy milyeneket tudok még kreálni. Akkor lehet, hogy nem csak üllőt tudok, hanem másfajta ilyen öntő formákat is tudok csinálni. Ja nem, ez a 30-on volt, hülye volt. 60-on acélt is tudok. Nagyon király. És megnyillott ez. Vépönöket tudok. És Ironból tudok majd. Jó van, ez meg páncélokat elvileg. Hát na, alakulunk. Nagyon gyerekek, gondolom végre ti sokan várjátok, hogy megtörténjen a nagy esemény, hogy felépítsük a kovács műhelyem
Hát, ha ez... Az. Megvan minden, build. És a hammer kell hozzá, bazen. Komolyan mondom, beszarok. Itt minden ez innen kell. Megvan a hammer. És akkor építsük, build. És ez gondolom, ez jó, szóval ideig fog tartani, néhány folyamatot le kell nyomnom, ha meglátjuk. Igen, ezt gondolom, hogy nem húzza fel egyből. Ugye. Na, elég jó, beépített mindent. Úgyhogy akkor nem fog sokáig tartani. Ugye, hogyha túl sok és nagyon sok az alapanyag, akkor szokott ez sokáig tartani. Szerintem háromból fel kell lesz. Még egyből. És már fel is épül. És akkor megnézzük, hogy miket tudok itt kovácsolgatni. Ide kéne hozzam azt a izet és azt a vaslapocskát. Nem épült fel, gyerekek. A blokked, mert nem jó helyen állsz, ez ilyenkor beszólám. Túl közel állsz. Tarám, gyerekek, na? Király. Hopp, megnézzük, mit tud. Igen, és akkor itt ezután tudok itt önteni. Nem kell az a külön, ugye? Még az Anvilon biztos akkor. Tudok. Nem. Nem, ez érdekes. Smelting. Érdekes, hogy ez így működik. Hozzunk majd, várjatok, hogyha ide jövök. Na, és akkor ezzel nem tudok valami? Nem. Ez kurva érdekes. Elvileg tudok kovácsolni most már, lehet, hogy ebből a szarból. Itt van nálam ilyen, megnézik ezt is. Érdekes, hogy itt is önteni enged csak, de elvileg itt nem csak önteni szabad, hogy lehet. Hát az oké, hogy ezt lehet. Halljatok már egy pillanatot. Ez drop. Té. Itt lett. Ezt nem vágom. Drop. Halljátok már egy pillanatot, hogy ez hogy működik? Hogy ide kell hoznom az alapanyagot? Vagy hogy így? Mert oké ez, hogy... Itt lehet önteni, de hát az a sokra én nem megyek. Hozok egy-két ilyen valamit. Lehet, hogy ezen kell nyomni, ugye? Hozunk egy hármat. Nem kell három, kettő elég bőven. Sőt, még egy is elég, mert ugye előhozza azt a menüt. Próbálok odaállni. Jó nekem ez a Forge és Anvil, de... Miért csak ezt engedi? Creative Tools. Nem vágom. Az a bajom vele, hogy ebben is ugyanaz jön elő, ugyanaz a menü csak. Ezt nem nagyon értem. Bár igen. Bár sejtem, hogy mi lehet. Álljunk meg egy szóra, gyerekek. Hát próbáljak meg valamit. Ugye ahhoz, hogy tudják kovácsolni, ahhoz fel kell evíteni a fémet. Nem úgy működik, hogy most úgy kovácsolsz, hogy... Ugye nem hidegen kovácsolod a vasat. Hogyha gondolom fel van hevítve valamennyire, akkor fog itt megjelenni egy külön ikon neki. Ugye megpróbáljuk, srácok. No, hát ezt elég hamar fel fog hevülni, szerintem az a kettő darab. De lehet, hogy az meg kevés. Na, szórok be bőven a fát, mert most van. Meg azt a keveset felvágom. Mondom, ha felhevül egy valamennyire, akkor tudsz utána vele csinálni. Olyat, hogy ki tudod választani, hogy mit kovácsoljon belőle. Ugye megpróbálom. Mondok még egy kis fát.
Ugye megvan mindennek gondolom az alapanyag szükséglete, úgyhogy azért érdemes majd jó megrakni a tüzet, és jó megrakni alapanyaggal, hogy kiderülj, hogy miket tudsz csinálni minden egy alapanyag ugye ott legyen. Mert most lehet, hogy a kettő darab a rútból nem fog semmi lenni, vagy pedig nagyon kevés. Ez legalábbis így logikusan így gondolnám. Mondjuk megrakom, telerakom az egész, és akkor kiderül, hogy igazából ott lesz az összes lehetőség. Meggondolom, most már tudok agyagból többfajta esetleg többfajta formát csinálni, öntő formát, és itt lehet, hogy ott jobban tudja önteni, vagy most már akkor többet tudok. Nem csak anvilt, ugye. Jönjünk vissza oda? De most ez már hatalmas előrelépés nekem. Aha. Gyerekek, ott van. Igen, látjátok? Már is más a lehetőségek, ugye? Igen, gyerekek, még egy pillanat. Nehogy... Ezt ott dobjam rá. Vagy ahogyan. Akkor megnézzük ezt, hogy Metal Tools. Igen, itt vannak gyerekek, látjátok? Itt van a band. Ja igen, és akkor itt van. Ha begyújtod, akkor már látod. Hogy mi kell hozzá, milyen lehetőségek vannak, ugye különböző anyagokból csinálhatod. Egy darab ingot kell hozzá, és akkor olyan lesz, gondolom a minősége meg minden. Metal band, komponens, itt van, ott vannak a szegek, szegekhez ez kell. Jó van, akkor ennyi. Nem lesz ez marha, egyáltalán nehéz, jó ez. Jó, úgy látom, akkor a szegeket megpróbálnám, csak nem tudom elvileg. Mondom, fel kell, hogy hevüljön, akkor fogja tudni kovácsolgatni belőle. Beszküttem már. Itt van egy hammer. Ja, hogy? Ja, hogy gyerekek, figyeljétek, nem is kell hozzá ezért, nem is kell beraknom, itt van, most már tudok is ebből csinálni egy ilyet. Csak azért. Mert nálam van. Nem kell, hogy bel legyen. Nem kell, hogy bel legyen, csak be kell gyújtani. És elég, ha nálad van. Nem kell felolvasztanod. Az olvasztás az csak akkor kell... Ott van gyerekek, ott van. Az olvasztás az esetleg akkor kellhet. Azaz gyerekek. Ezt akkor ki is kéne mennem. Hogyha tényleg akarsz olvasztani különböző dolgokat formával. De hát ezt nem akarunk most. Így most elvileg szeget tudok csinálni. Sőt, ugye ezt is majdnem tudok, metal bandet. Szeget azt tudok. Kraftoljunk már szeget, gyerekek. Akkor így van. Égnie kell a tűznek, de ugye nem kell berakni a olvasztani. Kettő szegünk lesz. Nem, azért 12-t csinál belőle gyerekek, nagyon-nagyon tuti. 12-t csinál, 24 lesz kettőből. Jaj, hát akkor gyerekek itt király dolgok lesznek. Hát akkor tudok egy csomó szeget meg mindent. Ó, hát ez nagyon tuti. És akkor ugye egyszerre itt ez az a jó, ebben ugye, hogy ég a tűz. Várjátok, itt ki kell választanom meg ezt a... Ez legyen... Elő. Ugye ég a tűz. Jó megrakott, vágsz bele egy csomó fát, és akkor közben így olvasgatod a dolgot, meg még közben kovácsolod a szegeket például. Így ez kurvára meg van csinálva. Ide mellé esetleg dobsz egy ládát magadnak, és akkor ugye tartod benne a szegeket, meg minden. Na, hát akkor ide fogunk rakni egy ládát szerintem. Ide valahova, erre a helyre. És akkor itt lesznek az alapanyagok hozzá. Néztem olyat, hogy... Ugye mi ládát elkezdtük, de azt szerintem akkor fogom azt eldobom onnan. Vagyis még nem megsemmisítem, hanem átrakjuk oda. De hol vagyok? Ja, ott vagyok. Kurva jó. Igen, itt akartam ládát csinálni, itt. És akkor ezeket megcsinálom neki, és akkor az lesz a ládám. Tök jó. Ezt ki is veszem innen, nem kell. Hát ezeket tök meg tudom már akkor csinálni, jó? És akkor lesz a chestem. Király. Jó van gyerekek, elbúcsúzom. Köszi, hogy itt voltatok. Következő részben várlak benneteket.
A chestnek meg fogjuk csinálni a ide csinálunk egy chestet, és annak megcsináljuk az összes alapanyagát, ugye? Csinálunk szeget, csinálunk bendet, és ilyenkor nem elérhető, látjátok? Mert nincs begyújtva. Ha be van gyújtva, akkor már lehet kovácsolni. Király. Jó, ennyi volt gyerekek, köszönjük tényleg, hogy itt voltatok, remélem tetszett a gameplay. Nekem nagyon bejövős az egész, egyre jobban, és várok benneteket. Sziasztok!